Szombaton Tolnán a Dunamenti Polgári Egyesület gyerekpiknikkel várta a helyi Dunai Holták partjára ellátogató közönséget. Kézműves foglalkozással, ugrálóvára, kutyás játszóházzal kedveskedtek a gyerekeknek. A Tolnai Sárkányhajó Egyesület közreműködésével lehetőség volt kipróbálni az evezést is a holtágon. Azt láttatok ki a hajóba, hogy tetszett? Igen, nagyon. Tetszett? Ültél már ilyen sárkányhajóba? Nem, még nem is ültem. Eveztél is? Igen, eveztem. Igen. Milyen távon mentetek? Milyen messze mentetek? Hát úgy. Hát ott nem tudom. A felnőttek sem maradtak program nélkül, bográcsban főttek a finomságok. Bármit lehetett főzni, egy halászlé és pörkölt is került az asztalra. Összesen 13 féle étel készült. A családi napon több százan megjelentek, szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek. Összesen vagyunk olyan 20-an körülbelül, és a másik bográcsba is főznek, tehát két bográcsba összesen, hogy olyan 5-8-an. Igen, abszolút. Sokaknak a pandémia kitörése óta most először volt alkalma társas összejövetelen részt venni. Az az érdekeltség, akiket én úgy hívtam, az kb. 15 fő. Ezek a korábbi segítőim, illetve olyan barátok, akik jobboldali érzelműek, és örömmel jöttek el, így ilyen kiváló szép időbe, jól érezzék magukat, baráti körbe elbeszélgetni, egy jót enni, úgyhogy én ezt gondolom, hogy ez jól sikerült. A tavalyi évben alakult Dunamenti Polgári Egyesület ez évben rendezte meg először nem titkolt hagyományteremtő szándékkal a családi pikniket. A fiatal korosztálytól egészen az idősekig nyújtotta kikapcsolódási lehetőséget az Altaripa Szabadidőparkban. Az idei rendezvény elsősorban a gyerekekről szólt. Népi játszóházzal, ugrálóvárral, sárkányhajózással, kutyás mentorokkal várták az ide látogató kicsiket. Egyesületünk tavalyi évben alakult, és nem titkoltan ugye azzal a céllal jöttünk létre, hogy próbáljunk itt a Dunamentén, a dunamenti településeken olyan programokat szervezni, ami fiataloktól az idősekig nyújt szórakozási lehetőséget, oly módon, hogy lehetőség szerint a hagyományainkat, értékeinket ápoljuk, megőrizzük, tovább adjuk. Ezt próbáltuk egybe gyúrni, ennek ma egyik lépése ez a Dupi Gyereknap. A programok késő délutánig tartottak, a nap során több gyerekkoncertre is sor került.